hosszú indítás előre. És ez így még helyzet lehet, sőt, mi több megvan a vezető talált, nem csak hogy helyzet, hanem Papp László góljával megszerzi a Puskás Akadémia a vezetést. Ez egy óriási ferencvárosi védelmi hiba volt, viszont ez a legkevésbé sem érdekelte Papp Lászlót, aki teljes mértékben higgadtan értékesítette az egyébként ajándék zicsert, vagy az ajándék labdát. Mérkőzés 8. percében tehát 1-0 a találkozó állása a gólszerző Papp László. A csapatkapitány Gáspár innen a jobb oldalról. Szépen lekészített. Új, mekkora lövés és mekkora gól. Magyar Zsolt góljával 2-0. Nagyon-nagyon szép volt már a lekészítés is. És a lövés a kapu jobb oldalába. Ez igen, gyönyörű játék. 12. perc a mérkőzésen. 2-0 a találkozó állása. Ezúttal Magyar Zsolt a gólszerző. Gyönyörű lekészítés után. Nagyon-nagyon szépen lő a kapu jobb oldalába. 2-0 tehát, jó a kezdés. Szép ferencvárosi egyéni akció. Halt el a túlerőben, vagy a túlerővel szemben. Nagy Zalán. Ez Papp Lászlónak így még jó lesz. Papp László. Vidáról csúszott tovább a labda. És ez így nagy előtt most már helyzet. Nagyon-nagyon önzetlen, és ott a harmadik gól megvan. Kocsis Bence találatának köszönhetően 3-0 a mérkőzés állása. Ezúttal már ez az ígyszer nem maradt ki, bár ez is egy csakmat játék volt, akkor, amikor a második félidő 7. percében járunk. 52. perc tehát a mérkőzésen. 3-0. Gólszerző Kocsis Bence. Szép labdaszerzés. Nincs lesz, és akkor most lehet menni. Megint csak ugyanez a helyzet, mint az imént. Nagy Kevin zicserben, és ezúttal már Nagy Kevin nem rontja el a helyzetét. Megvan a negyedik gól, a negyedik hazai gól, 4-0 a mérkőzés állása. Ami az előbb kimaradt, az most már összejön. 4-0 tehát.